Sziasztok, köszöntelek benneteket. Most már 11 éve lakom a Pilisben, és hát nem tudom megunni. A Pilis nyergen már szerintem több százszor futottam le oda-vissza a zöld csíkon. Nagyon szeretek túrázni és biciklizni is. És amikor hát 4 éve eladtam a virágüzletet, mert elég volt a budapesti bejárkálásból és a hajnali kelésből, akkor eldöntöttem, hogy abból a pénzből, amennyire el tudom adni a virágüzletet, mindenképpen veszek egy jó biciklit. Ugyan volt előtte is egy ilyen kis trekking biciklim, de hát én Cegléden nőttem föl, azért ahhoz szoktam, hogy ott csík a terep, és könnyen lehet biciklizni. Ugyan akkor is imádtam, mentem 30-40 kilométereket, elmentünk Tőserdőre, Albertisára, Tiszakécskére, sokat bicikliztünk. De hát itt a Pilisben is imádok biciklizni, és rengeteg útvonal van, 200 kilométernyi aszfaltos bicikli út van, közforgalomtól elzárva. Tehát azért nagyszerű, hogy nem kell autók között, veszélyes körülmények között biciklizni, hanem akár itt Kesztölt felé, a prédikálószékre, vagy itt a Kakashegyen át, Szentendre felé, a Kisrigóhoz, most éppen oda tartunk, a Kisrigóba, biciklizni egyet, tehát hatalmas élmény végig suhanni, de hát sokkal könnyebb azért egy e-bike-kal. És azért fogalmazni úgy, hogy könnyebb, hiszen sokan azt hiszik, hogy ezek a biciklik, egy motor van benne, és akkor nem is kell tekerni, csak megy. Most is azért még lihegek, meg le vagyok izzadva, tehát azért ezt kell tekerni, de rá segít. Tehát a prédikáló székre is egy jó meredek út vezet föl. Azért azon sima biciklivel 5-6-szor meg kell állni, vagy mikor Márkéktól jöttem föl Pilis Szánton, az végig brutálisan meredeken kanyarok fölfelé, és 2-3 megállással tudtam csak följönni. Ez egy rásegítés, tehát plusz rásegítés. De ugyanitt most a Királykútnál vagyunk, anyukámmal is elbicikliztünk ide, fölült rá, és bírta tekerni, bírta a tempót 71 évesen. Tehát ezért nagyszerűek ezek a biciklik, hogy megvan a biciklizés élmény, kell tekerni, fárasztó, de föl lehet menni nehezebb terepekre is. Persze állíthatók ezek a rásegítések, van egy eko fokozata, van egy ilyen hegyi menet, van egy ilyen turbó fokozata, tehát kis gomnyomással menet közben is lehet váltani, meg persze állítani ugyanúgy a bicikliket. És ez a régi bicikli, ezt már évek óta használom, biztos már láttátok is, mert sokat videóztam, akár menet közben is itt a Pilisben. De most a Bringalantól kaptam kipróbálásra egy vadi új bringát, ugyanez, mint ami nekem van, csak egy új generációja, még okosabb, még jobb, egy ilyen összteleszkópos, úgyhogy most ezt próbálom ki. Nagyon szeretem az alapot is, a régit, hát az sem olyan régi, de most ezzel jöttem el, és gondoltam, itt végig megyek. Pontosabban mind a kettőt elhoztam, hogy kipróbáljam, mi a különbség, mennyivel tud többet, mennyivel jobb. Hát annyira rögtön biztosan könnyítés, és az ülése egy gomnyomással állítható, akár ha terepen megyek lefelé, egy gomnyomással lentebb állítható, hiszen akkor csak állva tekerem a biciklit, de hogyha másnak átadom, ő is szépen ráül, és egy gomnyomással beállítja magának, míg a réginél azt, ahhoz azért kellett kulcs, és úgy kellett beállítani az adott mérethez. Ilyen összteleszkópos, hát látjátok, itt is van egy plusz teleszkóp benne, tehát sokkal, most már ide ezzel jöttem, éreztem, hogy azért még kényelmesebb, még kevésbé nehéz rajta ülni, mert azért én is szoktam 30-50-70 kilométereket menni, azért a végére már igencsak megérzi a fenék meg a láb, ez azért sokkal fenékkímélőbb, de akkor megyek is kipróbálom és beszámolok az élményekről. Már hogy beállítottam az ülést, úgyhogy mehetünk, bukós is a kötelező, megvan, indulunk. Itt vagyok a Királykúti kis pihenőnél, és itt van Pilis Szentkereszt, ugyan itt lakom, és innen van rengeteg bicikliút, ugye mutatják a kis piktogramok, innen lehet szépen végig biciklizgetni, és innen jöttem én föl, és most ezen a fehéren megyünk itt, és itt megyünk egészen, elmegyünk a Kisrigóig majd. Sőt, most itt vagyunk, tehát itt jöttünk ezen a fehér útvonalon. Itt egyébként ugye lehet menni erre, tehát látszik, hogy tényleg rengeteg és szuper aszfalt van, tehát tényleg élmény rajta bringázni.
egyébként nem annyira megerőltető, akkor megerőltető, ha mondjuk dobogókörre fölmegyek, vagy lemegyek Dömösig, és onnan végig föl kell jönni, az tényleg egy viszonylag nehezebb terep, annál ekkor nagyon-nagyon jó az e-bike, kis rásegítés, de tényleg érdemes eljönni, mert hihetetlen nagy élmény itt a madárfügyben bringázni egyet, inni egy kis forrásvizet, nézni a virágzó növényeket, úgyhogy csodás élmény. Na, hazaérkeztem, meg volt a túra, elmentünk Pilisszent Lászlóra, a Kisrigóba, hát ez olyan 30 pár kilométer oda-vissza, úgyhogy most már van bőven tapasztalatom, bár ugye a Bringaland, ott a Hősök felénél van az 56-os emlékműnél, onnan már hazajöttem vele, úgyhogy már akkor kipróbáltam, de most ez volt az igazi próbája. Hát ugye ez a régebbi, ez a Bianchi, 3-4 éves, mert nem is emlékszem pontosan mikor vettem, és hát azt kell mondjam, hogy tényleg olyan, mint egy új telefon, mikor veszünk, hogy jó a régi is, nagyszerűen működik, de azért sok újdonság van, mert sokkal kényelmesebb, gyorsabban megy, kevésbé merül az aksia. Egy kicsit több kütyű van rajta, össze lehet már kötni az okostelefonnal is. És ugye ez a kis automatikus nyereg irányító, hogy lehet váltani, és van egy ilyen kis ledes kijelzője. Látszik, hogy a max sebességem az 38 km per óra volt. Átlagsebesség 20 km per óra, és hát viszonylag keveset merült, még mindig a 30 km után 60 pár százalékon van. Műszaki dolgokról ne kérdezzetek, hogy milyen az aksi, majd a Bringalandban megmondják. Én úgy vettem az előzőt is, hogy bírja a hegyet, menjen, ott kértem tanácsot, tehát minden ilyenbe tőlük kérdezzetek, tőlük informálódjatok, én csak azt tudom elmondani, hogy imádtam, nagyon-nagyon jó volt, és most meg kell gondolnom, hogy mi legyen a régivel a cseréjeme, de tényleg nagyon nagy élményen elbájkokkal biciklizni, és nem motor, még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy nem kell tekerni, kell tekerni, most leizzadtam, de egy ilyen terepen azért egy nagy rásegítés, aki eddig esetleg nem merte bevállalni a hegyi biciklizést, annak ez egy remek segítség, vagy hát egy Balatonkört, egy Velencei-tavi kört játszva meg lehet vele tenni.